estét kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg, hogy milyen műsort állítottunk össze önöknek ma estére. Kedves nézőink, április 16-án tartják a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját. Aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége a témával kapcsolatban Csillag Barnabás, a Karcagi Zsidó Hitközség elnöke. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Csillag Barnabás, a Karcagi Zsidó Hitközség elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves nézőket. Azért hívtuk ma meg egy stúdió interjúra, mert a közeljövőben rendezvényekre készülnek. Április 16-án van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Mit lehet erről tudnunk, elnök úr, mióta tartják ezt az emléknapot, és milyennek a jelentősége? Az országgyűlés 2000-ben határozott arról, hogy április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja legyen. Az első ilyen megemlékezést 2001-ben tartották. 1944-ben a náci megszállókkal együttműködő magyar közigazgatás és rendvédelem tagjai ezen a napon kezdték meg az első gettók, gyűjtőtáborok felállítását a korabeli Magyarország kárpátaljai területein. A holokauszt emlékközpont minden évben ezen a napon megemlékezést és gyertyagyújtást tart. A Karcagi Zsidó Hitközség területéről 778 karcagi zsidóból 446-an haltak mártírhalált. Az áldozatok neveit a zsinagóga előcsarnokába található márványtábla őrzi, illetve a temetőben is van egy mártír emlékoszlop. A Karcagi Hitközség hogyan tartja ezt a napot, hogyan emlékeznek meg? Általában is az idén mire készülnek? Minden évben megemlékezünk a karcagi áldozatokról. Az idén egy rendhagyó megemlékezési formát választottunk. A Dérényi Kulturális Központban fogjuk levetíteni egy zárt körű vetítésen a Saul fia című Oscar-díjas filmet. Erre már, ha jól tudom, akkor egy jó ideje készülnek erre a filmvetítésre. Miért pont ezt a filmet választották, és mit lehet tudnunk erről a filmről? A film választása valóban egy tudatos döntés volt. Ez a döntés már 2015-ben megszületett. A film bemutatóját én Debrecenben láttam, és megmondom őszintén, amikor kijöttünk a moziból, egy társasággal voltunk, az első döbbenet és sokk után én bennem rögtön megfogalmazódott a gondolat, hogy ezt a filmet el szeretném hozni Karcagra, be szeretném mutatni Karcagon, amennyiben lehetőség van rá. Hát ez egy éves szervező munka eredménye, és hát a film, hogy így mondjam, önmagáért beszél, és nagyon kapcsolódik a témához. Mit kell tudnunk erről a filmről, milyen érzéseket vált ki az emberekből? A filmet Nemes Jeles László rendezte, a főszereplő Rőri Géza. A film egy nagyon sajátos nézőpontból dolgozza fel a holokauszt tragédiáját. A Zonderkommandót állítja a középpontba, és a néző a Zonderkommandó tevékenységén keresztül betekintést nyerhet az auschwitzi gyűjtőtábor és a krematórium, a gázkamrák működésébe. A főszereplő Rőri Géza, ő egy Zonderkommandóst alakít, Sault. A filmben 1944-es évben Auschwitz-Birkenauban járunk. Saul, akit Rőri Géza alakít, egyike a krematóriumban dolgozó Zonderkommandósnak. Társai úgy tudják, hogy bármelyik pillanatban kivégezhetik őket, fegyvereket gyűjtenek és lázadást szerveznek. Saul viszont az elégetésre váró holttestek között felfedezni véli saját fiát.
Ettől kezdve a férfit a menekülés helyett egy másik lehetetlen küldetés élteti, elhatározza, hogy kicsempészi a testet és eltemeti, keres egy rabbit és megadja a végtisztességet. A kommandó egy tagját, Saul követve megismerhetjük a tábor gyárszerű működését, feszültséggel teli képeknek köszönhetően pedig a néző már-már szinte dokumentalista hitelességgel látja, hogyan szervezték meg annak idején több millió ember megsemmisítését. A film vetítése ingyenes, a jegyek még nagyon korlátozott számban igényelhetők a Dérini Kulturális Központban. A filmről egy rövid ismertetőt megtalálhatnak a kedves nézők a zsinagóga weboldalán a www.karcagizsinagoga.hu címen. Ugye azt mondta, hogy tavaly már ön megnézte ezt a filmet, a bemutatója, akkor milyen érzéseket váltott ki? Tehát aki mondjuk igényli a jegyet, és mondjuk ellátogat a Dérini Kulturális Központban, az mire készüljön? Nagyon, nagyon közeli, ha lehet így fogalmazni, élményeket fog kapni erről a tragédiáról. Engem nagyon megrázott, megmondom őszintén, szinte sokkolt a film. Ugye hát nekünk családunknak is vannak személyes érintettségei, de hát én mindenkinek ajánlom, ha lehet ezt így mondani, hogy nézze meg ezt a filmet, ha tudja nálunk a karcagi zsidó ütközség szervezésébe, de mint említettem, ugye már nagyon korlátozottak a helyek, aki sajnos nem tud ide eljönni, akkor javaslom, hogy keressen fel egy mozit és nézze meg. Megéri. Mit kell tudnunk a karcagi hitközségükről, hogyan működnek, milyen, tehát hány taggal működnek, ha lehet ilyet kérdezni, milyen programokat szerveznek, milyen társadalmi életet élnek? Hát a karcagi zsidó hitközség egy valaha volt nagy közösség volt, mára ez az idők alatt egy kicsiny közösséggé olvadt össze, kicsik vagyunk, de szoktam mondani annál aktívabbak, minden évben több kulturális programot szervezünk, vannak új rendezvényeink, vannak állandó rendezvényeink, mint például a karcagi mártír megemlékezés, ahol már több karcagit is üdvözölhettünk a padsorokban. Általában az rendezvényeink és a megemlékezéseink nyilvánosak, tehát mindenkit szeretettel várunk. Volt tavaly évben egy kiállítás, ami a zsidó hitközség szervezésében a Dérini Kulturális Központban volt látható, zsidó kéziratok és szertartási tárgyak címmel. Nagyon nagy látogatottsága volt, és nagyon sok kedves bejegyzést kaptunk a vendégkönyvben. Ezt Ilám Orr nagykövet úr nyitotta meg a kiállítást. Nagykövet úr már nem először volt karcag vendége, és a hitközség szervezésében már előző években több ellátogatott karcagra, iskolákba tartott előadást, tehát több rendezvényel, programmal készülünk. A idén is vannak távlati célok is, tehát mindenkit nagy szeretettel várunk a rendezvényeinkre. 17-ére is szerveznek egy rendezvényt, erről mit kell tudnunk? Igen, 17-én a karcagi zsidó hitközség egy könyvbemutatót szervez. Előre bocsájtom, hogy nagyon szívesen beszélek erről a rendezvényről is, de ez a rendezvény csak meghívóval látogatható. Hol tartják ezt a rendezvényt? Azt mondta, hogy egy könyvbemutató. Ez, ha jól tudom, az első része lesz ennek a programnak. Mit kell erről a könyvről tudnunk? Milyen könyvbemutató lesz ez? Igen, hát ez a program is, vagy ez a gondolat is több évre nyúlik vissza. 2013-ban egy baráti beszélgetésen született meg ez a gondolat. Többször szokott a hitközség vezetősége gyűlni, és egy ilyen alkalommal édesanyám Rozinger Erzsébet Csöri multidéző gondolatai nyomán egy baráti beszélgetésen született meg ez a gondolat, hogy emlékezzünk meg, örökítsük meg a valaha volt karcagi hitközséget, és a holokauszt után visszatérő emberek írnak emlékeket, gondolatokat arról, hogy milyen volt az élet azután, a tragédia után, milyen volt, amikor visszatértek a városba, hogy kezdődött itt el az új élet, milyen intézmények voltak, hát egyáltalán, hogy milyenek voltak a családoknak a sorsa. Tehát ez egy emlékgyűjtemény, mondhatni így,
több család, több mint 40 család írt a könyvbe, és ezt a hitközség összegyűjtötte, rendszerezte, és ezt egy könyvformájában fogjuk bemutatni. A könyv címe Karcagon zsidóként, megszólal a háború utáni nemzedék. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem minden kedves írótársnak, tehát a családoknak, akik a műveket elküldték. Külön szeretném megköszönni a vezetőség tagjainak, hogy támogatták ezt a kezdeményezést, és rengeteg munkát fektettek ebbe. Szeretném megköszönni Elek Ágnesnek, aki nagyon-nagyon tevékeny résztvevője volt ennek a könyvnek. Ő gyűjtötte ezeket a munkákat, gondozta, tartotta a kapcsolatot a családokkal. Szeretném megköszönni dr. Herskő Gyula alelnök úrnak és dr. Molnár Sándor alelnök úrnak azt a tevékenységet, amit a könyv létrejöttével nyújtott. Hálás vagyok nekik, megmondom őszintén is, nagyon szerencsés is vagyok, mert egy nagyon jó kis csapatom van, ha szabad ezt így mondani, és ennek köszönhetően remélhetőleg egy nagyon jó könyv fog születni. Mikor fog megjelenni ez a könyv? Hogyan tervezik ennek a megjelentetését? Tehát ez a könyv bemutatót, ezt április 17-ére tervezzük, illetve az április 17-én is lesz a Karcagi zsinagógában. 16 órakor kezdődik maga a rendezvény, és a könyvbemutató lesz a rendezvény első része, ezt követően pedig egy koncert lesz a Karcagi zsinagógában. Hát sikerült egy nagyon neves zenekart meghívni erre az eseményre. A Budapesti Fesztivál Zenekar fog itt egy koncertet adni nálunk. Nagyon köszönjük nekik ezúton is ezt a lehetőséget. Hát várakozásokkal teli, megmondom őszintén, az érzés bennem, reméljük egy csodálatos rendezvény lesz. Mi lesz műsoron? Hát három komoly zenei darab és egy klezmer feldolgozást fognak a kedves jelenlévők hallani, de megmondom őszintén, a teljes műsor maradjon egyelőre titok. Terveznek-e következő koncertet a zenekarral? Ugye itt is elmondta, hogy meghívóval látogatható, illetve ugye itt még korlátozottabbak a lehetőségek, a befogadó képességet tekintve, mint mondjuk a Déri Né Kulturális Központban. Mi a terv a zenekarral a jövőben? Igen, hát az épület adottságai miatt a helyek száma az valóban korlátozott, és már előre gondolkodtunk olyanba, hogy szeretnénk többször vendégül látni a zenekart. Vannak egyeztetés alatt több koncerttervek, illetve úgy tudom, hogy a zenekar még szeretne Karcagra ellátogatni egyéb más intézményekbe is. Tehát folyamatban vannak egyeztetések, valóban terveznek még visszalátogatni Karcagra. A zenekaron kívül más zenekarokkal is van folyamatosan egyeztetve új koncertidőpont, illetve más rendezvényt is tervezünk a zsinagógában a közeljövőben, de ezek még folyamatosan szervezés alatt vannak, tehát konkrétumokat most még ebben nem szeretnék mondani. Információk szerint folynak a felújítások a zsinagógában. Milyen felújításokat terveznek, hol tartanak, mi az, ami már elkezdődött, vagy ha még nem, akkor mikor kezdődnek? Jók az információk, a zsinagóga valóban felújítás alatt van. Eddig a tervezési szakaszban voltunk, a zsinagóga tetőszerkezete és a homlokzati elemek fognak megújulni. Jelenleg a közbeszerzési eljárás végén járunk, most pillanatnyilag a kivitelező kiválasztása és a szerződéskötés van folyamatban. A szerződéskötés után fogjuk elkezdeni majd a munkálatokat, ez nagyon rövid időn belül már látványosan láthatóvá válik az épületen. Milyen forrásokból valósítják meg ezt a felújítást? Hát a hitközségünk anyagi kerete az eléggé szerény, tehát mondhatni nagyon korlátozott. Saját erőből ezt nem tudtuk, ezt a felújítást fedezni. Itt is több éves előkészítő munka, 2012-től van ez a projekt, hogy így mondjam, az asztalon. Több éves előkészítő munka eredményeképpen három pályázat összehangolt anyagi forrásának a segítségével sikerült ezt a felújítást elkezdenünk. Hogyha elkezdik hamarosan, akkor mikorra várható a munka vége? Hogyan látják? Hát a tervek szerint ez körülbelül egy évet fog igénybe venni a felújítás, tehát reményeim szerint jövő nyáron már egy megszépült épülettel fogunk Karcag város központjában
büszkélkedhetni. Tervezik-e megünnepelni majd ezt a felújítás elkészültét? Igen, hát egy templom felújítása mindig nagy öröm. Nekünk egy zsinagóga felújítása felér egy csodával, tehát ezt szeretnénk méltó módon egy nagyszabású és nyilvános koncerttel megünnepelni. Hát mivel ez még azért a jövőben van, ne menjünk ennyire előre az időben, menjünk lépésről lépésre. Milyen távlati céljaik vannak, például együttműködnek-e a városi intézményekkel, önkormányzattal, kapnak-e segítséget? Több távlati célunk is van, a közeljövőben ezen a koncerten és a könyvbemutatón kívül több rendezvényünk is lesz még. Most folyamatban van egy egyeztetés, az idén lesz a kunmadarasi pogrom 70. évfordulója, és a kunmadaras a karcagi hitközség vonzás körzetébe régiójába tartozik. Itt Guba László polgármester úrral együtt közösen tervezzük a program méltó megemlékezését. Ezen kívül ugye közeljövőben lesz a mártír megemlékezés, ennek a dátuma már nyilvános, ez július 3-án vasárnap lesz. Ugye itt ez minden évben visszatérő programunk, itt lesz a megemlékezés a karcagi zsidó temetőben. Ezen kívül van folyamatban egy rendhagyó kiállítás, egy lakókocsit szeretnénk Karcag városába elhozni, és ezt a lakókocsit az iskolákba szeretnénk eljuttatni. A lakókocsiban a zsidó központi ima, az Amida kerülne bemutatásra tárgyak segítségével. Ez egy nagyon érdekes és interaktív kiállítás. Bővebbet erről nem is szeretnék megmondani, ha sikerül, akkor minden kedves érdeklődő ezt meg tudja tekinteni az iskolákban. Igen, hát nagyon jó az együttműködés, hála Istennek a várossal. A várostól nagyon sok segítséget kapunk. Dobos László polgármester úr nagyon sok mindenben támogatja a zsidó hitközség kezdeményezését. A városi intézményektől rengeteg segítséget és támogatást kapunk. Ugye több rendezvényünket is a Déréni Kulturális Központban tudjuk megtartani. Ezúton is szeretném megköszönni a központ minden dolgozójának és Szepesi Tibor igazgató úrnak ezt a remek és odaadó munkát, amit a hitközséggel együtt közösen végez. Szeretném megköszönni a Városgondnokság vezetőjének, Molnár Pál úrnak a segítségét is a rendezvényeink lebonyolításához. És szeretném megköszönni a társegyházak vezetőinek, nagy tiszteltő Konsz Tibor elnök lelkész úrnak, és Gulyás Zsolt atyának is az együttműködést. Információim szerint, ahogy beszélgettünk, ugye ön is megerősítette ezt, hogy szeretnének majd a turisztikába is bekapcsolódni. Igen, ugye a zsinagóga felújítása után szeretnénk bekapcsolódni még jobban a város nem csak kulturális, hanem turisztikai életébe. Egy látogatóközpontot szeretnénk létrehozni, és hát hosszú távú terveim szerint szerepel egy állandó kiállítás is a zsinagógában, ami a zsidó vallási és kulturális, és szóval egyáltalán a zsidóság életét bemutatná a zsinagógában. Szeretnénk még nyitottabbak lenni, és szeretnénk minden érdeklődőt nagy szeretettel látni a zsinagógába, de ezt sajnos csak a felújítás után tudjuk megtenni. Ezt akartam pontosan kérdezni, hogy hogyan látogatható a zsinagóga? A zsinagóga most jelenleg nem látogatható, lesz itt most a két rendezvényünk, a koncert és a filmvetítés, a rendezvények után ugye elkezdődik a felújítás, és ha vége a felújításnak, akkor utána erőzetes regisztrációval látogatható, de minden információt a kedves nézők megtalálhatnak a zsinagóga weboldalán a www.karcagizsinagoga.hu-n, és látogassák a weboldalt. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk!
Köszöntöm Önöket, dr. Fazekas Sándor felnőtt miniszter úrral beszélgetünk a Városházán, szóval az előfejeződőben a mongol agrárminiszter asszonynal egy megbeszélése. Mi volt a célja ennek a mai megbeszélésnek? Két oldalú megbeszélés volt a mongol és a magyar mezőgazdaság között együttműködési lehetőségekről. Egy több adottságunk van, amivel tudunk élni a kárpósági vonatkozásban is, hiszen Mongóliának szüksége van jó minőségű vetőmagokra, állatfajtákra és magyar termesztés, illetve állattartási technológiára is. Ott egy 60-as években épített biokombinát felújítása van folyamatban, még Magyarország építette annak idején, ez állati gyógyszereket, vakcinákat gyárt, és most egy kötött segélyhitel keret programban 25 millió dollárért fog majd megújulni. És ez rengeteg kapcsolódó, kiegészítő piaci lehetőséget hordoz, hiszen tejfeldolgozók, vágóhidak, húsüzemek, mobil vágóhidak is telepíthetőek lesznek, illetve a magyar élelmiszer biztonsági rendszert is szeretném Mongólia átvenni, hiszen a mi hivatali rendszerünk az a termőföldtől az asztalig nyomon követi a élelmiszereket. Ez a fogyasztóknak biztonságot, a gazdáknak pedig piacot jelent, hiszen manapság a világban akkor lehet eladni valamit, hogyha a nyomon követhetőség biztosított. Ezért is volt fontos ez az út, de miniszter asszonnyal itt a nagykonságban állattartó telepet is sikerült megnézni, ismerkedett a településekkel, és hát ami egy délutánban még belefért, itt a karcegi városháza különlegességeivel, a nagyteremmel, és a ott látható kun kötődést jelképező dolgokkal is sikerült megismerkedni. Itt a sajtótájékoztatóján elmondta, hogy érdeklődéssel figyeli ezeket a kis gazdaságokat, és ezeket is szeretné megnézni. Családi gazdaságot és kisfeldolgozót is mutattunk, hiszen Mongólia egy ritkán lakott ország, alacsony a népsűrűsége, tehát ott nem az óriás beruházásokra van elsősorban szükség, hanem olyanokra, amelyek egy adott térséget, adott települést képesek ellátni. Nyilván az export ez egy más kérdés, arra külön feldolgozókat kell kiépíteni, külön üzemeket kell létesíteni, de itt is a magyar élelmiszeripari technológia előtt komoly lehetőség nyilvánul meg, és minden külső piac ide haza munkahelyet jelent. Akkor reméljük, hogy ez mai nap elindított egy hosszabb távú megállapodást a két ország és a két mezőgazdaság között. Hosszabb távon érdemes gondolkozni, eleve a mezőgazdaságra az a jellemző. Létrehozunk egy olyan munkacsoportot, amely a témát, azokat a feladatokat folyamatosan gondozza, amelyek itt a két oldalú fejlesztésekhez szükségesek. Jó munkát kívánunk ehhez! Köszönöm szépen! Köszöntöm Önöket innen Berekfürdőből. Teleki Zoltán kapitány úrral beszélgetünk, hiszen zajlik egy négy megyét érintő projekt. Mi is ez pontosan? 2015 őszén a Békés megyei rendőrfőkapitányság a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegőrzési Tanács pályázatán nyert el sikeres pályázatot. Kisebb települések nagyobb biztonságban című projektre pályázott Békés megye, amelyhez csatlakozott további három rendőrfőkapitányság, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megye is. A karcegi rendőrkapitányságot ez a kis településeket tekintve három települést érint. Tomaj Monos során Tiszagyendán már az elmúlt héten megtörtént ennek az információs pontnak az átadása, most pedig Berekfürdőben vagyunk. Tulajdonképpen egy rendőrt ábrázoló információs pontról van szó. Így van, a mai napon adjuk át Berekfürdőn a harmadik információs pontunkat. Egy rendőr bábú jelképezi ezt az információs pontot, amelyen különböző kiadványokat helyeztünk el, és ezen kiadványok azok, amelyek praktikus tanácsokkal szolgálnak az állampolgárok részére, mind a bűnmegelőzés, mind közlekedésbiztonság, illetve az áldozattá válás elkerülése érdekében. Azért azt is hangsúlyozzuk, hogy ez a tábla ugyan itt van, de a rendőr ugyanúgy itt lesz a településen, tehát nem a rendőrt fogja helyettesíteni ez a tábla. A rendőr még többet fog a településen jelen lenni, hiszen folyamatosan figyelnie kell, hogy ezen az információs ponton a kiadványok feltöltése az mindig megfelelő szinten legyen. Úgy tudom, hogy egy kérdőívet is és egy ládát is elhelyeznek, amiben különböző panaszokat vagy bármi kérdésbe lehet tenni.
az információs pont mellett egy lakossági kérdőív gyűjtő urnát helyezünk el, és lakossági kérdőíveket helyezünk el mellette, hiszen kíváncsiak vagyunk az állampolgárok, az itt lakók véleményére, mi az, amire jobban oda kell figyelni a rendőrségnek, hol várnak nagyobb közteti jelenlétet, mi az, amiben segíteni tudunk az itt lakóknak. A másik két településen már voltam önnel, ott mindenki nagy érdeklődéssel fogadta, és mindenki vitte haza, hiszen a kerékpároktól kezdve a besurranásos lopásokig nagyon sok hasznos tanácsot kapnak a lakosok, akik elviszik ezeket a kiadványokat, de úgy tudom, hogy folyamatosan feltöltik, tehát ha kifogy, akkor a kollégák hozzák az újabb adagot. Így van, a kiadványok feltöltése az folyamatos lesz, illetve ezen kívül egy kis meglepetéssel is készültünk a mai információs pont átadására, azon személyek részére, akik ezen majd jelen fognak, részt fognak venni. Azért ezt elárulhatjuk, hiszen látni fogjuk majd, hogy mi ez. A kerékpárokra kapnak kerékpárt segítő, szabályos közlekedés segítő prizmákat. Így van, a láthatóságot még inkább biztosító kerékpár prizmákat fogunk kiosztani. Egyébként a kis településeken ezt mennyire fogadják jól, hiszen önhöz három település tartozik, de gondolom, hogy a megyében azért beszél a kollégákkal, mennyire örülnek ennek a lakosok. Az elmúlt heti tapasztalat alapján nem maradt olyan prizma, ami ne talált volna gazdára, tehát a lakosok nagy örömmel vették ezt a kis ajándékot. Azt gondolom, hogy ha már egy lopás sikerült megakadályozni ezekkel a szórólapokkal, már akkor érdemes volt ebbe a projektbe kapcsolódni a megyénknek is. Én mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy ezeket a praktikus szórólapokat vegye és vigye. Berekfürdő még inkább speciális helyzetben van, hiszen mindjárt indul a turisztikai idény, és az itt pihenők is tudnak ezekből a szórólapokból magukhoz venni, és tervezzük idegen nyelvű fordítását is ezeknek a szórólapoknak, hogy ezen a településen német, illetve angol nyelven is el tudjuk helyezni ezeket a kiadványokat. Akkor reméljük, hogy mindenki hasznos információhoz fog jutni. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük szépen! Molnár János polgármester úrral beszélgetünk, hiszen önök is a harmadik település a kapitányságnak, akik kaptak ilyen rendőrt. Itt kapitány úr elmondta, hogy ez nem a rendőrt fogja helyettesíteni, de gondolom, hogy sok hasznos információ az fontos az itt élőknek is. Igen, beszélgettünk róla éppen, hogy lesz egy 24 órás folyamatos szolgálatos rendőrünk, de a viccet félretéve valóban az információ az mindig nagyon fontos. Azt nem mondom, hogy helyettesíti a rendőri itt létet, de megelőzésben, odafigyelésben rendkívül lényeges, hogy a lakosok, akár helyi lakosok, vagy üdülő tulajdonosok, vagy üdülni jövők, azok elég információhoz jussanak, hiszen mindig a megelőzés az a legfontosabb. Ha már megtörtént a baj, már csak utána kullogunk, az mindig egy nehezebb történet. Ezért nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek, és reméljük, hogy haszna lesz. Itt az előbb kapitány úr mondta, hogy megpróbálják ezt angolul és németül is majd az önök segítségével lefordítani. Azt gondolom, hogy ez az ide látogató külföldiek szempontjából is fontos. Igen, ez így van, ez így van. Most ugyan kevesebben vannak, bár most is előfordulnak külföldiek, de nyári időszakban ott mindenképpen. Sőt, erről még beszélgetni fogunk, hogy az angol-német az nagyon fontos, esetleg a lengyel, még lengyelek vannak nagyobb számban nyári időszakban. De akkor reméljük, hogy ha már 2-3 olyan ember elviszi, aki tanul ebből, az átadja a szomszédjának, és akkor minél többen elolvassák ezeket a trükkös lopásokkal, besurranásos és kerékpárral kapcsolatos információkat. Igen, hiszen szoktuk mondani, hogy Berekfürdő nem mi magunkról, de szívesen átveszük ezt, hogy Berekfürdő a békeszigete. Viszonylag kevés az ilyen jellegű problémánk, de azért csak van. És ebben a megelőzés, mint az előbb is mondtam, az egy döntő dolog. Ha felhívjuk a figyelmet ezekre a dolgokra, főleg a nyári időszakban, amikor minden nyitva van, ajtó, ablak, zárni kell, úgy kell szellőztetni, hogy ne tudjon besurranni senki se. Ezek nagyon fontosak, hogy az autók otthagyása a strand területén, a csomagok, vannak olyan kis kabin részek, ahol be lehet zárni, ne csak a tülőköző alatt hagyjon valaki értékes dolgokat, ezek problémásak szoktak lenni. És ilyenkor, ilyenek felnéve a figyelem felhívása nagyon fontos. Akkor reméljük, hogy mindenki talál benne hasznos információt. Köszönjük szépen! Biztos vagyok benne. Köszönöm szépen én is! Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntjük Önöket, meg köszöntünk benneteket, gyerekek. Teleki Zoltán alezredes vagyok, a karcegi rendőrkapitányság vezetője, és átadnám a szót Fenyvesvölgyi Rihárd százados úrnak, a kunmadarasi rendőrös parancsnokának.
továbbiakban. Kérek engedélyt. Nagy tisztelettel üdvözlök minden megjelentet, amiért mai napon összegyűltünk itt Berekfürdőn. Ez egy olyan projekt, amit a Békés megyei rendőrfőkapitányság indított el, és ehhez még három megye, köztük Jászlónkon Szolnok megye is csatlakozott. Ez a program neve a kisebb települések nagyobb biztonságban, ami azt jelenteni, hogy Jászlónkon Szolnok megyében ki lett választva az a 25 legkisebb lélekszámú település, ahol egy információs pontot hozunk létre. Az információs pont, konkrétan mögöttem látható Sípos Rudolf kollega, a legújabb berekfürdői rendőr, akinek a célja, itt létének a célja az, hogy különböző szórólapokkal kerülnek rá kihelyezésre, amivel úgy gondoljuk mi, és a megye vezetése is, hogy ezek a szórólapok segíthetnek abban, hogy a bűncselekmények számát csökkenthessük a településen, mégpedig a megelőzéssel. Olyan szórólapokat helyeztünk ki rá, ami mind az ide látogató turistákat, mind pedig a helyi lakosokat tudja abban segíteni, hogy az értékeik védelmének érdekében mit tehetnek meg. Olyanokat találhatunk rajta, mint például a trükkös lopások megelőzése, ami az időseket elég erősen érinti, vagy a trükkös faárusok, esetleg a termékbemutatóknak a veszélyeit mutatja be, továbbá kerékpárlopások megelőzése és egyéb vagyonbiztonsági teendők, amit mi magunk megteltünk azért, hogy ne váljunk bűncselekmények áldozataivá. Szóval ez az információpont átadás ezt szeretné elősegíteni, és ennek érdekében érkeztünk mi most ide. Remélem, hogy ez majd a kívánt célt el fogja érni. Ebben nagy segítségünkre lesz majd a polgármesteri hivatal és a helyi polgárőrség is, én úgy gondolom, mivel hogy a polgárőrséggel egyeztettünk annak kapcsán, hogy ezeket a szórólapokat eljutassuk azokhoz az emberekhez, akiknek szól. Köszönöm szépen, kapitány, köszönöm, Spanszogor. Köszöntöm Önöket akkor még egyszer én is. Megkérném majd először polgármester urat, hogy egy pár szóban ő is mondjon véleményt erről a mai információs pont átadásra, és mindenképpen köszönetemet kell kifejezzem a bolt tulajdonosának, aki megengedte, hogy Sipos Rudolf nevű kollégát itt felállítsuk, és készültünk egy kis ajándékkal azt követően Önöknek, akik megjelentek itt az információs pont átadáson. Én kérem, hogy tolmácsolják az ismerőseiknek az itteni tájékoztató anyagokat, és mindenki vegyen bátran belőle, és reméljük, hogy nem történik jogsértés Berekfürdőn, hiszen a legbiztonságosabb településünk az illetékes területünkön. Én nagyon szépen köszönöm Berekfürdő lakosai, meg az idejövő üdülő vendégek nevében a rendőrségnek, kapitány úrnak, parancsnok úrnak, hogy ezt a kezdeményezést felkarolták és ide is elhozták. Úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak fontos, hiszen a megelőzés a leglényegesebb, amit tehetünk a bűnözés megelőzése. Fontosabb talán, mint a bűnüldözés, bár mind a kettő lényeges, de ha meg tudjuk előzni, az a legjobb. És ez ebben segít. És itt vannak a óvodások is, ők még nyilván nem fogják tudni elolvasni a szórólapokat, de kérem az óvónőket is, hogy ebben segítsenek majd, hogy nekik elmondják, hogy mik vannak ezeken játékos formában, hiszen a kicsik talán a legfogékonyabbak, rajtuk keresztül még hatékonyabban lehet ezeket terjeszteni, ezeket az információkat. És arról is beszéltünk itt, hogy most ezek magyar nyelven vannak, de közösen igyekszünk ezeket lefordítani angol, német, lengyel nyelvre, reméljük, hogy ez meg fog valósulni, és majd a szezonban, amikor idegenek is van, már idegen nyelvűek is vannak többen, akkor ők is a megelőzésben tudnak majd részt venni aktívan. Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, magunkat pedig arra biztatom, hogy ezt használjuk, ezt a lehetőséget, és figyeljünk oda ezekre a dolgokra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Takács Péter úti óvodában. Gulyás Ferencnével, a Mandalászlóm Egyesített Óvoda vezetőjével beszélgetünk. Itt mögöttünk már érkeznek az óvónénik, hiszen egy tehetség szakmai nap van, amelynek a délutáni részén beszélgetünk. Délelőtt különböző előadások voltak, de mi is volt ez a mai nap pontosan? Karcag és térsége tehetségsegítő tanács egy évvel ezelőtt alakult meg. Azóta folyamatosan működik, folyamatosan bővül a tehetségeket segítő köre. A mai napon egy tehetség gondozással kapcsolatos tehetség szakmai fórumot szervezett a tanács. Valamennyi intézménnyel, akik a tanácsnak a tagjai, a tanács támogató magánszemélyekkel, szakemberekkel, intézményfenntartókkal, valamint olyan intézményekkel, amelyek a tanács területén lévő intézményekkel kapcsolatban vannak, hiszen a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács a karcagi járás területén lévő intézmények közül azok működnek együtt, akik ebbe szándékot tettek tavaly ilyenkor. Ez a kör ez folyamatosan bővült azóta is, és a mai napon is, hiszen ezen a területi körön kívül azért megjelentek más intézményekből is, olyan intézményekből, akik hasonlóan, mint a Karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda kiváló akkreditált tehetségpontként működnek, és így ebben a szoros együttműködésben valósult meg a mai délelőtt is. A tanácsnak az elnöke Dobos László polgármester úr, én emlékszem, tavaly voltak kézművesek, Karcagról is többen, a Tyukori házaspár emlékszem, és sok-sok olyan segítőre, akik egyébként is segítenek az óvinak. Igen, hát ők az alkotó művészek, akik tagjai a tanácsnak, és ők folyamatosan támogatják a tehetséggondozó műhelyeket, hiszen a műhelyekben nagyon sok olyan program zajlik, amikor a gyerekeket, az iskolás gyerekeket, az óvodás gyerekeket, a pedagógusok elviszik egy-egy műhely foglalkozásra, vagy ők mennek el az intézményekbe egy-egy tevékenységet bemutatni az ő művészi értékeikből, illetve az alkotásaik megjelennek az intézményekben elhelyezett galériákba, hiszen az óvodák nagy többségében van óvi galéria, ahol időszakonként, ez általában negyedéves időszakonként újabbnál újabb kiállítások kerülnek bemutatásra, és itt elsősorban a helyi értékeinket megőrizve, bemutatva, továbbadva a helyi alkotóművészek alkotásait állítjuk ki. Itt most délután több óvodában vannak bemutató foglalkozások. Mi most épp a Takács Pétert választottuk, de a Jókaiban is több helyen is. Hol vannak még? Az intézményben 5 helyen vannak saját élményű tehetségműhely foglalkozások. A Zöldfa úti óvodába anyanyelvi tehetséggondozó műhely van, a Kinizsi úti óvodába zenei tehetségműhely, a Kuthen úti óvodába kézműves műhely, itt a Takács Péter úti óvodába egy zenei táncműhely foglalkozásra kerül sor, és a Jókai úti óvodában ott pedig egy logikai tehetségműhely foglalkozás lesz, és az óvodai műhely foglalkozások ebben az évben első alkalommal kiegészülnek egy iskolai természettudományos műhely foglalkozás bemutatójával, amelyet Lévainé Kovács Róza tanárnő fog tartani, igazgatóhelyettes, aki szintén tehetséggondozó pedagógusként tevékenykedik. Azt gondolom, hogy itt látjuk azért, hogy vannak pedagógusok és óvónők is, tehát fontos az átmenet a óvodából az iskolába, biztos, hogy sokat tanulhatnak egymástól a szakemberek. Nagyon fontosnak gondoljuk, hogy az együttműködés az egy nagyon széles körű legyen, és ezért nagyon sokat teszünk is, hogy minél szélesebb körű legyen. Így itt gondolva az iskolák közötti, az intézmények közötti átmenetre, hiszen vannak a tanácsnak az óvodákon kívül általános iskolák is tagjai, szinte a Karcagon valamennyi általános iskola, vannak középiskolák is, amelyek tagjai, így több szinten megjelenik a tehetséggondozás, egymást támogatva, segítve, hiszen több esetben a középiskolások, egyetemisták visszajönnek egy-egy műhelyfoglalkozáson bemutatni már az ő tapasztalatukat, tudásukat, tehetségüket. Így sor került olyan alkalmakra, amikor kézműves tevékenységbe mutatkoztak be, zenei tevékenységbe mutatkoztak be művészeti iskolás gyermekek, úgyhogy ez egy nagyon fontos az intézményrendszeren belüli, illetve nagyon fontos a széles körű együttműködésben azt, hogy az intézményeken kívül, az előbb már említettem, az alkotóművészek, megjelennek a támogatók, megjelennek azok a magánszemélyek, akik fontosnak gondolják azt,
hogy minél inkább támogassuk a tehetség ígéretes gyerekeket, hiszen óvodában még elsőként így beszélhetünk róluk, amikor az óvónénik felfedezik azt, hogy bizony micsoda csengő hangja van, micsoda rajzokat készít, csodálatosan tud mesét előadni, ez már óvodáskorban is megmutatkozik, és ennek a támogatói körét nem csak a szakemberek közül, hanem az intézmény fenntartók közül, a társadalmi, politikai szerveket képviselő közül is nagyon szívesen látjuk a körbe, így több intézmény fenntartó is támogatja a tehetségsegítő tanács munkáját. Akkor én nem is tudok más kívánni itt a végére, nem sok-sok tehetséges gyerkőcöt önöknek azok közül is, akik ezután fognak óvodások lenni, és azt, hogy a jelenleg óvodások között pedig minél jobban bontakozhassanak ki ezek a tehetséges gyerekek. Nagyon szépen köszönjük a jó kívánságokat. Hát mi az intézményünkben valamennyien azon vagyunk, hiszen közel 30 tehetségműhely működik a karcagi óvodákban. Ez nagy támogatást kap Karcagváros önkormányzatától, az intézményünk fenntartójától, Dobos László polgármester úrtól, aki egyben a Karcag és térsége tehetségsegítő tanács elnöke, úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy a tehetséges gyerekekkel minél eredményesebben tudjunk foglalkozni, és a mai napon a Csodafa című műsor előadása volt a színpadon, a délelőtti programnak a zárásaként, ahol zenei tehetséggondozó műhely, bejáró gyermekek, kézműves műhely tagjai, óvónői kamarakórusunk, a Gyöngyvirág néptánc csoportunk, és az óvónéni mesélőnk Tótné Mártika együttműködésével egy csodálatos műsort láthattak a vendégeink. Akkor én azt gondolom, hogy bár még nincs vége a mai napnak, de mondhatjuk, hogy nagyon eredményes volt. Én továbbra is jó munkát kívánok a tanácsnak. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Posztosné Kovács Évával, a Takás Péter úti tagovoda vezetőjével beszélgetünk arról, hogy mi is lesz ma itt önöknél. Mit kell tudni az óviról, milyen tehetségpontok működnek itt? A Takács Péter úti óvodában három tehetségfejlesztő műhely működik. Az egyik az a mozgás fejlesztésével foglalkozik, az a neve, hogy délutáni pattogó. Ezt a tehetségműhely gyökeres Éva óvodapedagógus vezeti. A második egy zenei tehetségműhelyünk, melyet Szabó Erika óvodapedagógus vezet, ő is már 5. éve fejleszti a gyerekeket ezen a területen. A harmadik pedig egy logikai tehetségműhely, amelyet jó magam vezetek, most 2. tanéve. Itt már érkeznek a kollégák, akik azért sokan tudják, hogy mi minden zajlik ebben az óviban, de lesznek olyanok, akik először látják a mai foglalkozást. Mit lehet ma itt önöknél látni? A mai nap folyamán Szabó Erika óvodapedagógus kolléganőm egy saját élményű tanulást mutat be, ahol is a foglalkozást maguk az óvodapedagógusok élhetik át. Gyerekszemmel fogják ezt a foglalkozást megtapasztalni, és ebből fognak építkezni a jövőben. Utána lesz egy megbeszélés, és itt azért látunk sok-sok mindent, amit előtte már elkészítettek ide. Ebből látszik azért, hogy nagyon ügyesek az itt dolgozó óvónénik is, hiszen sok-sok minden arra, az ők is kézügyességüket a gyerekekével együtt meg lehet nézni. Igen, a kolléganőm, aki a bemutató foglalkozást tartja, egy saját kis kiállítást rendezett be ebbe a terembe, azzal a céllal, hogy megmutassa azokat az eszközöket, amelyeket most nem láthatnak, de a tanév folyamán rendszeresen használ, illetve azokat a könyveket, amiből ő a szakmai tudását építi és fejleszti. Egyébként mit kell tudni az óviról? Hány csoport van, és hány gyerkőc jár ide? Óvodánkban 65 kisgyermek jár. 3 csoportban foglalkoztatjuk a gyerekeket, fejlesztjük a gyerekeket, és ezek közül a gyerekek közül minden nagy csoportos kisgyermek részt vesz a tehetségfejlesztő műhelyekben. Itt az előbb Mújás Ferencnél beszélgettünk arról, hogy nagyon jó a kapcsolata az óvodáknak az iskolákkal, hiszen innen mennek tovább a gyerekek, és ő azt mondta, hogy itt még van, akiben már megmutatkozik a tehetség, van, akiben csak iskolásként. Azért egy óvodapedagógusnak nagyon nagy a felelőssége ebben, én úgy gondolom. Igen, mi tehetségígéretekről beszélünk még ebben a korban. A gyerekeknek a megfigyelése alapján rakjuk be tehetségműhelyekbe, javasoljuk őket tehetségműhelyekbe. Ezek a kis tehetségcsírák 6 éves korra már egy kicsit erősödnek, és a későbbiekben erre alapozhatnak a szülők, amit itt megtapasztalnak.
Tehát én azt kívánom, hogy sok-sok kis tehetség csíra, hogy ön fogalmazott legyen itt, és sok tehetséget tudjanak továbbadni az iskolába. Nagyon szépen köszönjük, azon vagyunk. Köszöntöm Önöket, akik járnak a református templom előtt, láthatják, hogy fel van állványozva. Milyen munkálatok zajlanak most erről? Szentesi Lajos főgondnokot kérdezzük. Az egész templom föl lesz újítva, vagy csak egy része? Egyházközség presbiterium a 2015-ben pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A sikeres pályázat elnyerése után megkezdtük 2016 márciusában a nagy templom részleges felújítását, ami azt akarja, hogy kizárólag csak a torony épületnek a homlokzat külső felújítása fog elkészülni 2016 tavasz folyamán. Hogy mit is jelent ez? A torony csúcsától a teljes földszintig a vakolat szükség szerinti javítása, és majd ennek a meszelése fog megtörténni. A munkálatokat a Jászlikon-Szolnok megyei kormányhivatal, örökségvédelmi hivatala ellenőrzése alatt végezzük. A munkák elindultak, fel van állványozva, a templom egy harmadáig, a másik két harmadát pedig alpinisták fogják kijavítani, majd a későbbiekbe lemeszelni. A további munkálatok fognak még folyni, az esőcsatorna szükség szerinti felújítását fogjuk elvégezni. Magában a templomtest külső héjazatának a külső javítása, vakolása és meszelése egy későbbi pályázat útján fog újjá épülni. A torony épületénél 4 darab nyillázárónak a cseréje fog megtörténni, ami azt jelenti, hogy a főbejárat melletti 2 körablak és a 2 oldalsó hosszú nagyablaknak a cseréje fog megtörténni. A felújítás alatt ugyanúgy lehet templom, tehát ugyanúgy működik a templom minden funkciójával. A felültás alatt az igei szolgálatok továbbra is meg vannak tartva, gyülekezet által látogatható, megvannak a hétközi bibliórák, valamint a hétvégi Isten tiszteletek is tartva. Tehát akkor semmiben nem akadályozza a munkátokat, hiszen föl van állványozva, aki jár erre láthatja. Akkor reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz, és határidőre sikerül ezt megvalósítani, és utána tényleg egy nagyon szép templomunk lesz. Hát ha az időjárás is kedvez a munkálatokhoz, akkor várhatóan 2016 május utolsó napjaira a kivitelező szeretné átadni teljes egészében. A munkálatok most jelenleg abban a stádiumban vannak, hogy a vakolatnak a javítása van, valamint az alapozó festés megkezdődött. Várhatóan a mai nap folyamán érkezik a műemlékhivatal munkatársai, akik kiválasztják a megfelelő szint, és majd annak alapján lesz a külső héjazatnak a lebeszerése és lemázolása. Akkor érdeklődéssel várjuk a megszépülő templomot. Köszönjük szépen! Megkezdte üzemszerű működését kedden reggel a Véda közúti intelligens kamerarendszer, az első 2 órában 100-nál kevesebb szabályszegés történt, közölte Oberling József rendőrezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője, keddél előtt egy solymári fix telepítésű komplex közlekedési ellenőrzési pont közelében tartott sajtótájékoztatón. A nagyszámú láthatósági mellényt viselő újságírók és a rendőrök nagy feltűnést keltettek az arra haladók számára, ösztönösen lassítottak is a rendőrök és a rendőrségi járőrautók láttán, de a rendszeresen arra járók idővel majd azt is megszokják, hogy ennél a leágazásnál is működik már az intelligens kamerarendszer. A Véda rendszer részeként a megyében összesen 8 fix telepítésű eszköz kezdte meg a működését a fontosabb közutakon, illetve közlekedési csomópontokban.
Kedves nézőink, április 15-én tartják a szakmák éjszakáját a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István középiskolájával. A témával kapcsolatban Háttér című magazin műsorunk mai vendége Puhányi Urbán Katalin igazgatónő. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Puhányi Urbán Katalin, a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István szakiskolája, szakközépiskolája és kollégium igazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a Karcag TV nézőit. Mai interjúnknak az az apropója, hogy hamarosan egy nagy rendezvényre készülnek az intézménnyel. Mikor lesz ez, hol lesz ez, és mi is lesz ez a rendezvény egészen pontosan? Így van, a Karcagi Szakképzési Centrum tagintézményeként most először tervezünk egy szélesebb körű bemutatkozást a város felé, szeretnénk nyitni és a szakképzésünket bemutatni. Ez a Szakmák Éjszakája nevű rendezvény, melynek kigondolója az egyik szegedi szakképzési centrum iskolája, és országos méretű rendezvényé nőtte ki magát. A Nemzeti Szakképzési és Felnőtt Képzési Hivatal annyira jó ötletnek találta ezt a pályaorientációs tevékenységet megcélzó rendezvényt, hogy javasolta a többi szakképzési centrumnak is, hogy szervezzenek hasonlókat. Óriási a megmozdulás ebben a témában. Az ország 44 szakképzési centrumából közel 200 iskola csatlakozott ehhez a rendezvényhez, úgyhogy április 15-én éjszaka, este 6 óra és 10 óra között az ország számos szakképző iskolája nyitja meg a kapuját az érdeklődők előtt, többek között a mi iskolánk is. Akkor nagy az izgalom, mert ezek szerint még ilyen volumenű rendezvényt nem szerveztek, nem rendeztek itt Karcagon, amely éjszakában nyúlik. Így van, ez az első ilyen feladat, amibe belefogtunk. Nagyon remélem, hogy sikeres lesz ez a rendezvény. Nagyon sok szeretettel várjuk Karcag város lakosságát, az érdeklődőket, nem csak a diákokat, hanem a felnőtteket is. Nagyon szívesen látjuk, és a programjainkat úgy állítottuk össze, hogy mindenki találjon magának valamilyen érdekességet, ami megragadja. Ennek a pályaorientációs tevékenységnek az lenne a célja, hogy a város lakói egy bepillantást kapjanak az iskola életébe. De csak szórólapokon ismerjék, hogy a szakiskola, a város szakiskolája milyen szakmákat oktat, hanem jöjjenek be, nézzenek szét nálunk, és próbálják ki ezeket a szakmákat. Ennek a rendezvénynek egyébként országos szinten az a mottója, hogy próbáld ki, csináld meg, ismerd meg. Tehát a bemutatkozást úgy szervezzük, hogy legyen lehetősége az érdeklődőknek kipróbálni. Tehát egy szakmát. Interaktív lesz gyakorlatilag. Így van. Olyan rendezvényekkel készülünk, amiben bárki, aki az utcáról bejön, be tud kapcsolódni, ki tudja próbálni, meg tudja ismerni, akár arra is nyitottak vagyunk, hogy ott saját maga számára néhány dolgot elkészítsen. Természetesen az idő erre rövid, de a programoknál el fogom mondani, hogy hogyan, milyen tevékenységbe tudnak bekapcsolódni. És azért, hogy egy kicsit még népszerűbbé tegyük ezt a rendezvényt, vagy jobban kedvet csináljunk hozzá, a diákoknak, szülőknek, felnőtt érdeklődőknek kiegészítő rendezvények is lesznek, amik elsősorban a sport köré épülnek, az egészséges életmódot célozzák meg, de én azt gondolom, hogy péntek esti kikapcsolódásnak ez egy remek program lehet. Mennyire mozdult meg az intézményük? Ehhez a rendezvényhez a teljes nevelőtestület és az alkalmazotti közösség összefogására szükség van, hogy teljes létszámmal dolgozunk a feladat megvalósításán, lelkesek a pedagógusok, ugye újszerű feladat, sok jó ötlet volt, amit nem biztos, hogy most meg tudunk valósítani, válogatnunk kellett, és hát tartalékolunk a következő hasonló rendezvényre. Tehát mindenki részt vesz ebben a programsorozatban, az előkészítésben is, és a megvalósításban is. Ugye tavaly évvége környékén, november környékén rendezték meg a térségi középiskolák bőrzéjét. Ez is egy bemutatkozási lehetőség
az intézményeknek, oktatási intézményeknek, ugye ott gyakorlatilag majd, hogy nem, amit az előbb mondott, ez a szórólapos bemutatkozási lehetőség van, illetve egy-két dolgot be tudnak mutatni a munkamenetét is ábrázolva. Ez egy más jellegű rendezvény, itt ugye interaktívan, akár ahogy mondtál is, készíthetik majd a látogatók azokat a dolgokat, amihez kedvük van. Terveznek-e következő rendezvényt? És az miről fog szólni esetleg? A Szakmák Éjszakája című rendezvényből úgy gondoljuk, hogy lehet egy hagyományt teremteni. Tehát évről évre visszatérő eseményként megrendezni. Bízunk benne, hogy lesz megfelelő érdeklődés, ettől függ, de tervezzük a folytatást mindenképpen. Talán az időpont az, amit majd át kell gondolnunk, hiszen április 15-én már a 8-os általános iskolás diákokat megszólítani kicsit későnek tűnik, hiszen ők már beadták a jelentkezési lapokat, és hamarosan el is dől, hogy ki hová nyert felvételt. De a középiskolát végzett diákok előtt még a pályaválasztás ott van. Őket külön szeretném felhívni, hogy jöjjenek és látogassanak el hozzánk, hiszen aki nem szándékozik tovább tanulni, vagy esetleg nem úgy sikerül a pályaválasztás, ahogy tervezi, azoknak is indítunk képzéseket szeptembertől, tehát várjuk, hogy nézzenek szét nálunk, érdeklődjenek, jöjjenek be, próbálják ki, hogy milyen az a szakképzés, melyik szakmának milyen szépségei vannak, ezeket szeretnénk elsősorban rendezvényen bemutatni. Akkor egy kis kettcsináló, milyen programokkal várják majd az érdeklődőket? Elsősorban a programok azok köré, a szakmák köré épülnek, amiket mi tanítunk, hiszen bevonjuk a tanulókat és a szakoktatókat majd a programok megvalósításába. Lehetőség lesz arra, hogy akár magukkal hozott ajándékokat díszcsomagolással lássanak el. Ebben majd a eladó tanulóink és a kereskedő szakoktatók lesznek a kedves látogatók segítségére, tehát a díszcsomagolás praktikáit szeretnénk megmutatni és kipróbáltatni a látogatókkal. Mindenki a maga szerencséjének a pogácsa címmel. Egy kicsit rendhagyó programot szerveztünk, hiszen nálunk vendéglátós képzés nincs, ennek ellenére egészséges hidegkonyhai készítményeket fogunk készíteni közösen, és lesz rá lehetőség, hogy ezt közösen el is fogyasszuk. Mégpedig úgy, hogy a rendezvényeken fabatkát és fémpénzérméket lehet gyűjteni. Ezeket maguk a látogatók is el tudják majd készíteni, és ezekkel lehet majd a hidegkonyhai termékeket megvásárolni. A faipari szakmacsoport az ezen az estén Megmester leszek címmel készített egy programot. Itt fából apró ajándéktárgyakat lehet készíteni. Ugye fa égetés, ez általában egy nagyon népszerű tevékenység szokott lenni a beiskolázási bőrzéken is, ki lehet próbálni, illetve mi abban is partnerek vagyunk most, hogyha valakinek régi bútora van, ami javításra szorul, akkor nyugodtan hozza be, és ott a műhelyben szakoktató segítségével meg lehet javítani. A női szabóink apró ajándéktárgyak készítésére adnak lehetőséget. Elő fogják készíteni, hogy toltartót, szemüvegtokot, mobiltelefontartót tudjanak ott a látogatók készíteni. És itt is felajánljuk azt, hogy ha föl kell aljazni egy nadrágot, el kell vágni valamiből, akkor hozzák be, és ezen az estén itt vagy a látogató megcsinálhatja, vagy segítenek a női szabó tanulók ennek a elkészítésében. A fémipari szakmacsoport a külső tanműhelyünkben egy meglepetés bemutatót fog tartani, a címe az, hogy szikrázó élményekkel kísért bemutató. Hát erről nem szeretnék többet mondani, egy nagyon látványos dolog lesz, ezt meglepetésnek tartogatjuk. A lakatos mesterség rejtelmeiben tekintünk majd be a lakatos tanulók segítségével, itt ilyen kis apró fémtárgyak készítésére van lehetőségünk. Konyhai alapanyagok felhasználása másképp címmel egy kollégám laborbemutatót fog tartani. Meglepően sokféle kémiai kísérletet tudunk elvégezni egyszerű konyhai alapanyagokkal.
tehát tanuljunk együtt szakszerű elsősegélynyújtás címmel. Az iskola elsősegélynyújtó csapata vállalta, hogy bemutatót tart, illetve az elsősegélynyújtási technikákra meg is tanítja az érdeklődőket. Ezek mellett a rendezvények mellett szórakoztató rendezvényeket is tervezünk. Lesz kerékpáros ügyességi bemutató, egy kerékpárpályán, ahol bárki kipróbálhatja kerékpáros tehetségét. A BMX ügyességi bemutatót tervezünk, egy nagyon látványos rendezvény lesz. Éjszakai foci szerveződik az iskola udvarán, jó idő esetén, reméljük, hogy jó időnk lesz, ha nem, akkor a tornateremben. Streetball bemutatóra, illetve versenyre várjuk az érdeklődőket, rockzenét igyekszünk majd biztosítani élőben, illetve egy tehetséges tanulónk vállalta, hogy aki szeretné, azt nagyon szívesen lerajzolja. Hát ez a Legyen a modellünk című rendezvény. Az éjszakai focira várjuk városi csapatok jelentkezését is. Fodor Csaba testnevelő kollégám az, aki összefogja ezt a rendezvényt. A streetball Kis János tanár úr feladata. Amennyiben középiskolás vagy felnőtt csapatok szeretnének ezen indulni, akkor nyugodtan, bátran jelentkezzenek az iskolában. Nagyon színes és sokrétű programnak tűnik, úgyhogy biztosan hasznos lesz, és reméljük, hogy sokan ellátogatnak majd erre a nagyszerű rendezvényre. Ha jól tudom, akkor ezen a napon még lesz egy átadó ünnepségük is. Így van. Egyébként a programunk folyamatosan bővül, ahogy kapcsolódnak be az érdeklődők. Nagyon örülünk annak, hogy a vállalkozók, akiket megkerestünk, hogy támogassák ezt a rendezvényt, szponzorálják, illetve jelenlétükkel is segítség a szakképzés népszerűsítését. Nagyon pozitívan reagáltak az eseményre, ők is részt fognak venni a sport rendezvényeken is. Már érkezett felajánlás arra, hogy külön főzéshez alapanyagot biztosítanak, lesz, aki ezt megfőzi, hogy mi lesz a vacsora, az még meglepetés, de vendégül fogjuk látni azokat is, azokat az érdeklődőket is, akik a programjainkat megtekintik. És tovább bővítve ennek a napnak az eseményeit, valóban sor kerül egy átadásra. Az intézményben most megindult egy felújítási folyamat, nagyon nagy örömünkre, ami természetesen összefüggésben van avval, hogy más fenntartóhoz került az iskola, másféle támogatási rendszerrel, másféle költségvetéssel dolgozunk. Ennek keretében tudtunk elmaradt, évek óta elmaradt karbantartási munkákat elvégezni, illetve ezt bővítve felújításokat végeztünk. Egy ilyen nagyobb volumenű felújításnak az átadását tervezzük erre a napra 17 órára. Az iskolában teljes mértékben megújultak a tornatermi öltözők, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, a szertár, tanári szoba, közlekedő folyosók, illetve átadásra kerül egy a felnőtt oktatás számára elkészített tanterem, egy ügyviteli szaktanterem, aminek a berendezése, felújítása az elmúlt hónapok eseménye volt. Említette ugye azt, hogy fenntartóváltás következett az intézmény életében. A finanszírozáson kívül, a finanszírozás biztosításán kívül milyen változásokat hozott még ez a fenntartóváltás? Hát úgy gondolom, hogy nagyon jelentős változásokat élünk meg az utóbbi években, tehát a szakképzésben alapvető változások, átszervezések történtek, amiről mi most úgy gondoljuk, hogy ezek nagyon pozitív változások, és az iskolát nagyon pozitívan érintették. A Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába kerültünk, és egy szakképzési, a Karcagi Szakképzési Centrum tagintézményeként dolgozunk 2015. júliusától, július 1-től. Azon kívül, hogy önálló költségvetéssel rendelkezik az iskola, ami az elmúlt években ugye nem volt megszokott dolog, azon kívül hát az igazgató jogai lényegesen szélesedtek az elmúlt évekhez képest.
elvárják az önálló gazdálkodást az intézménytől, a saját bevételek növelését, de emellett lényegesen nagyobb önállóság és döntési jogkör az, amit az igazgató visszakapott. Úgyhogy mi nagyon pozitívan éljük meg ezt a változást. Anyagi helyzetünket tekintve is sok pozitívumról tudok beszámolni. Az iskolát mindig a gazdaságos takarék, tehát takarékos gazdálkodás jellemezte, de ennek igazából a Klebelsberg intézmény fenntartó központ keretében nem volt hatása, hiszen nem használhattuk fel saját célunkra a megtakarított összegeket. Ezt most rendelkezésünkre bocsátották az év végén, karbantartási munkákra, eszközbeszerzésre jelentős összegeket tudtunk fordítani. Ami még fontos, a felnőtt oktatás magas szintű támogatása a minisztérium részéről ösztönzik, hogy minél jobban kapcsolódjon be az iskola a felnőtt oktatásba. Arról több hír megjelent, gondolom a nézők is hallottak róla, hogy a szakképzésben az első és a második szakma megszerzését a kormány ingyenessé tette, és esti képzésben támogatja, hogy kortól függetlenül bárki szerezhessen ingyen szakmát. Ennek jegyében mi is indítottunk felnőtt oktatásban szakképzést, pénzügyi és számviteli ügyintéző képzést folytatunk pillanatnyilag, de nyitottak vagyunk bármilyen igénybefogadására, hirdetünk is szakképzéseket szeptembertől ismét, illetve várjuk a cégek érdeklődését, vagy magánemberek érdeklődését, hogy melyek lennének azok a szakmák, amit ők szívesen tanulnának, és amennyiben erre nekünk kapacitásunk van, akkor megszervezzük az esti képzést. Ez nekünk több hozadéka is van ennek a felnőtt oktatásnak. Egyrészt úgy gondolom, hogy jobban tudunk nyitni a Karcag lakossága felé, és meg tudjuk mutatni, hogy a szakképzésben való továbbtanulás az nem egy zsákutca, hanem igenis a tanulási lehetőségek szélesítését jelenti. Népszerűsödik ezáltal a szakképzés, a másik pedig az anyagi vonzata, külön finanszírozzák a felnőtt oktatást az iskola számára, és ebből tudtunk jelentős beruházásokat megvalósítani. Ugye arról is beszéltünk az előbb, hogy hamarosan lezárulnak a beiskolázások, és április vége felé, vagy közepe vége felé már nyilvánosságra is hozzák, hogy kit hova vettek föl. Az intézményben hogy tervezik, milyen szakokat indítanak? A hagyományos szakmákban indítunk továbbra is osztályokat, mert hogy ezekben tapasztalunk érdeklődést. A lányok számára két szakmát tervezünk indítani, és úgy tűnik, hogy ehhez a megfelelő létszám is meg lesz. Eladó szakmában és női ruhakészítő szakmában indítunk majd egy-egy osztályt, remélhetőleg mind a kettő. Az eladó az biztosan összejön, arra nagyon nagy az érdeklődés. A fiúk több szakmából választhatnak. A gépi forgácsoló az, ami jelentős túljelentkezéssel indul. Hát reméljük, hogy mindenki megtalálja majd a számítását, de a gépi forgácsoló mellett az ipari gépész, amit most először szeretnénk indítani, az épület és szerkezet lakatos szakmát lecserélve. Azért döntöttünk ennek az indítása mellett, és azért hirdettük ezt, mert erre van vállalkozó igény most pillanatnyilag Karcagon. Tehát az ipari gépészt mindenképpen fel szeretnénk tölteni, úgy tűnik, hogy egy 12 fős szakmai csoport el fog tudni indulni. Emellett a festő szakma, ami minden évben beiskolázunk, illetve a fiúknál még az asztalos, ami népszerű. Ezeket tervezzük. A jelentkezések száma alapján úgy látjuk, hogy 4 szakiskolai osztállyal fogunk tudni szeptembertől indulni. Ez a korábbi évekhez hasonló beiskolázást jelent, ebben elégedettek vagyunk. Ami szomorú, és hát nagyon nehezen éljük meg, bízunk abban, hogy ezen változtatni tudunk, szakközépiskolában
nem tudunk osztályt indítani, nagyon alacsony a jelentkezők száma. Ugye tudjuk, hogy Karcagon 3 középiskola osztozik a nem túl magas tanulói létszámon, és bizonyos szakközépiskolai képzés a számunkra most úgy tűnik, hogy nem tervezhető. De majd most népszerűsítik az iskolát, az intézményt, és akkor a következő tanévtől bízunk benne, hogy el fogják tudni indítani a szakközépiskolai osztályt. Bízunk abban, mert egyébként olyan megváltoztattuk a képzési kínálatunkat már ebben az évben is, és a kereskedelem marketing, illetve a gépészet szakmacsoport helyett faipari szakmacsoportban és ügyvitel szakmacsoportban hirdettünk képzést. Az ügyvitel szakmacsoportban ügyviteli titkár szakképesítést lehet megszerezni, a faipari szakmacsoportban pedig faipari technikusokat szeretnénk képezni, szintén helyi vállalkozói igény kielégítésére. Tehát aki ebbe a szakmacsoportba jelentkezik, azt a vállalkozó ösztöndíjjal is támogatná a tanulmányai alatt, illetve biztos munkahelyet jelentene ennek a szakmának a megszerzése. Ezért úgy döntöttünk, hogy bár a nappali képzésben ezt nem tudtuk elindítani, vagy nem fogjuk tudni elindítani a nyolcadikosok számára, de közismereti tartalom nélküli képzési formában szeptembertől indítjuk a faipari technikust. Ide középiskolát végzettek jelentkezését várnánk, és 2 év alatt vehetnek részt szakmai képzésben, és szerezhetnek faipari technikusi végzettséget. Igen. Úgyhogy nagyon várjuk a jelentkezőket. Igazgatónő, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sikeres, népszerű rendezvényt kívánunk Önöknek április 15-ére. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mára megköszönjük megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran. Egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. Maradjanak velünk, és a jövő héten visszavárjuk Önöket. Addig is a viszontlátásra mindenkinek!